Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Kolarik Tamás vagyok, és a médiatanács nevében és képviseletében jöttem el a mai fórumra, és egyben köszönöm a Művészeti Akadémiának, az akadémikus uraknak, főtitkár úrnak, hogy megszervezték ezt a konferenciát, ezt a rendezvényt. A mi feladatunk annyi, hogy beszámolót adjunk arról, hogy milyen munkát végeztünk az elmúlt 3,5 évben, és beszámoljunk arról, hogy mennyiben próbáltuk szerék tehetségünktől függően támogatni a magyar animációt és a magyar animáció ügyét. Tehát, hogyha vegyék úgy, hogy egy beszámolást tartok az elmúlt 3 év munkájáról. És az előadásnak a címe ugyanaz, hogy teret adunk a tehetségnek, a mottoja viszont az, hogy kevés filozófia és sok beszámolás az eredményekről, tettekről. Egy rövid prezit készítettünk, a prezi hátterében azok az animációs filmekből kiragadott elemek láthatók, amelyeket a médiatanács az elmúlt 3,5 évben támogatott. És elméletileg ennek működni kellene? Igen. Tehát ez a magyar média mecenatúra, ez a médiatanács integrált támogatási rendszere. Teret adunk a tehetségnek, mint már említettem. Ez pedig én lennék, és akkor mehetünk is tovább. Tehát avval kezdtem, hogy kevés filozófia sok tett, a jó előadás egyből ellentmond önmagátnak, és ez a Goethe idézet nem csak azt bizonyítja, hogy a médiatanács tagok a közhiedelem ellentétben olvasni tudnak és Goethéről hallottak, hanem hogyha lehet azt mondani, hogy egy kis alapvetése a mi támogatási rendszerünket. Én nem tudtam szebb idézetet választani, mint a Goethe idézetét, amit ugyan a gyermekneveléstől mondott, de gyökereket és szárnyakat. Én azt gondolom, hogy ez a magyar animáció elmúlt 100 évének a történetének is akár a mottója lehetne, és hogyha Tamás barátom a Fehér Ló fiát és a magyar népmeséket említette, akkor ennél a szlájdnál én is megemlíthetem, hiszen ennél a két filmnél szebben nem fejezek ki a semmi, hogy gyökereket és szárnyakat képes adni az animáció. Egy korunkbeli teoretikust is ide idéztünk, Lev Manovicsot, aki azt mondta, hogy világalkotó potenciállal rendelkezik az animáció. Sokat vitatkoztunk azon, hogy egy másik idézetet válaszunk róla, az idézet arról szólt, hogy az animáció minden bizonnyal meg fogja előzni, és meg fogja haladni az élőszereplős film jelentőségét, de a műfei béke jegyében inkább ezt az idézetet támogatva, vagy választottuk. És záró idézetként, és a termelési regény megnyitásaként a magyar animáció óriásától választottunk egy idézetet, ami azért is fontos, mert ő azt mondja, hogy Magyarországot sokan valóban rajzfilmes nagyhatalomnak tekintik, szerény képességünktől függően ebben a munkában próbáltunk egy kis segítséget adni a következő szlájdokon látható módon. A Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programja két főbb részből áll. Az egyik felében a független média szolgáltatókat, körzeti helyi tévéket és rádiókat támogatunk. A másik egységében a független magyar filmeseknek adunk támogatást, eddig összesen 10 milliárd forint értékben nyújtottunk támogatást erre a két területre. 1323 alkalommal támogattunk független helyi médiaszolgáltatókat, a másik rendszerben pedig 5,2 milliárd támogatással 546 film vagy filmhez köthető alkotást indítottunk el, és a filmkészítés területére 11 pályázati lehetőséget írtunk ki. Íme a pályázati tükör, ahol láthatók a pályázati névadók, illetve azok a pályázati kategóriák, ami a független filmkészítők rendelkezésére állnak, és tisztelegben nagy alkotók munkássága előtt és részben szimbolizálva a pályázati rendszerünk céljait, Kollányi Ágostonról az ismeretterjesztő, Ember Juditról a dokumentumfilm, Macskási Gyuláról az animációs filmpályázatunkat neveztük el, Huszárik Zoltán a kísérleti és kisjátékfilmes pályázatunk nevét kapta, Egri Lajos a forgatókönyvírói és fejlesztési pályázatunkat, Fehér György a tévéfilm pályázatunkat, Najman János az online lekérhető tartalmakat szolgáló pályázatunkat, valamint van egy adhok forgatási eseményeket művészi szempontból támogatni képes pályázatunk, őt pedig Eser Károlyról neveztük el. És itt van, amit talán már az előző szlájdnál mondtam, hogy a Médiatanács 5,1 milliárd forint támogatással 546 film vagy ahhoz köthető alkotást indított el. Ez 22 egész estés igényel fellévő televíziós film, 45 forgatókönyv, 40 kisjátékfilm, 115 ismeretterjesztő film,
154 dokumentumfilm, 72 darab animációs film és 6 darab animációs sorozat 45 epizódjához készítéséhez járultunk hozzá. És itt láthatók új pályázati kategóriáink, amelyek annyiban újak, hogy a 2014-ben jelentek meg először a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Cserés Miklós pályázaton 22 darab hangjáték és a Dargai Attila pályázaton 45 darab epizódját támogattuk 6 egészest is, vagy 6 sorozat igényel fellépő animációs filmnek. 2015-ben elindítunk egy új pályázatot, ez már kiírásra került, február közepén van a beadás, az pedig a történelmi dokumentumfilmeket fogja támogatni, 130 millió forintos keretösszeget különítettünk el. A pályázati rendszerünk megalkotásakor, és ez vonatkozik az animációs területre, egyértelmű célunk volt, hogy ne a doboznak és ne a fióknak készüljenek a filmek, tehát csak olyan pályázatot fogadunk be, ami bemutatói szándéknyilatkozattal rendelkezik hazai televízióktól, így mind a 250 film, amely már bemutatásra került, mind a 250 film, ami elkészült, bemutatásra került, és a nézők számára nem csak fesztiválokon, hanem országos elérés televíziós csatornán is láthatóvá vált. A médiatanács bírálóbizottságokat kér fel a munka elvégzésére. 15 darab bírálóbizottságra rendelkezünk a 15 darab kategóriában. A 2015. évben, ami talán itt a legfontosabb, a Macskási Gyula pályázatunk bíráló bizottságának a tagjait is olvashatják, Varcsányi Ferenc, Dánovszki Béla és Kerek Béla, akiket a médiatanács két héttel ezelőtti ülésén megválasztott. Itt vannak kicsit közelebbről a filmes pályázatainkról szóló beszámoló, és 1,1 milliárd forint értékben támogattunk dokumentumfilmeket, majd 1 milliárd forint értékben támogattunk ismeretterjesztő filmeket, 61 millió forint jutott a forgatókönyvírói támogatásra, 1,7 milliárd forint nagyságrendben támogattunk tévéfilmeket, köztük olyat, mint például a Bernikövet, amit talán mindenki számára ismert, és majd 250 millió forint értékben a kísérleti és kisjátékfilmes pályázatunk is látható. És most jönnek az animációs pályázatok. Azt gondolom, hogy egy állami embernek kötelessége beszámolni az általuk, vagy az általa képviselt szervezetben végzett munkáról, ezért ezt most megtesszük az animációs szakma irányában. Ez az Animáció 2011 pályázat, amely először kiírásra került a médiatanács részéről. Mint 9 pályázó összesen 97 millió forint támogatásban részesült. Itt láthatók a filmalkotások tervezett címei, a begyújtó cégek, illetve a rendezők is. Ezek a filmek egyébként elkészültek, számos díjnyertes film is látható közt, az itt ülők közül például Gyulai Livius is támogatást kapott 2011-ben. Igen, ez a 2011-es pályázatunk ismét, akkor ez visszajött az oldal. És itt a Macskási Gyula 2012-es pályázatunk, itt 16 pályázó, 122 millió forint támogatásban részesült, itt kisebb bontásban, de láthatók a támogatott filmek és a támogatott stúdiók is. A Macskási Gyula 2013-as pályázaton 24 pályázó, már 206 millió forint támogatásban részesült, és szintén kiemeltük ide a támogatottakat, lehet, hogy ez kevésbé olvasható, de Tamásnak ígéretet tettem arra, hogy minden, ami az előadásban elhangzik, tény vagy adat, az elérhető lesz a jelenlévők számára, illetve a Művészeti Akadémia tagjai számára is. Macskási Gyula 2014-es pályázat 23 pályázó, 182 millió forint támogatásban részesült, és itt a táblázat, hogy kik és milyen támogatást kaptak. Végül a Dargai Attila 2014-es pályázatunk 215 millió forint támogatással fejeztethettünk be 6 darab 13 részre igénytartó sorozatot. Egyébként ennek a pályázatnak a kiírása egy hasonló, bár kevésbé
széleskörű szakmai fórumon a szakma kérésére született meg. Azok voltak a visszajelzések, hogy a macskási pályázaton támogatást kapott, egyedi vagy sorozatba illő epizódok számára szükséges lenne egy gyorsabb, a befejezés lehetővé pályázatot kiírnunk, és ennek a pályázatnak a köszönhetően a boxi sorozat befejezésre kerülhet, a hopi sorozat befejezésre kerülhet, Gyulai Livius már 2011-ben megindított sorozata befejezésre kerülhet. Mi azt gondoljuk, hogy ez igen értékes és igen fontos, nem csak a tévénézők, hanem a magyar animációs szakma számára is. Egy összefoglaló adat, Macskási Gyula pályázaton 2011 óta 72 támogatás, 609 millió forint támogatást kapott. A Dargai Attila pályázat, amelyet az előbb láthatta, 215 millió forint támogatásból 45 epizód készülhetett. Fesztiválok, együttműködések, ahogy Tamás is említette, a médiatanács is próbál szerepet vállalni a magyar hazai filmes közéletben a támogatási tevékenységén túl. Ezért bekapcsolunk nagyobb fesztiválokba, díjakat ajánlunk föl, itt fel vannak sorolva, ahol részt vettünk, illetve részt veszünk a következő években, illetve az alsó részén a szlájdnak olvasható az M2-vel való kiváló együttműködése elsősorban ugye a pályázóknak. Ez az a csatorna, ahol az általunk támogatott animációs filmek leginkább megjelenni képesek. A mecenatúra program keretében, és ez itt megint egy összefoglaló szlájd, az elkészült 250 filmből 39, 121 magyar és nemzetközi fesztiválról 28 díjat hozott el. Erre nagyon büszkék vagyunk, nyilván a médiatanács maximum támogató keretrendszer képes megalkotni, az eredmény az alkotók tehetségének köszönhető. Ezen az ábrán elméletileg azok az animációs filmek láthatók, és gyakorlatilag is, amelyeket a médiatanács támogatott és különböző fesztiválon szerepeltek, vagy onnan díjat hoztak el, ezt is elérhetővé fogjuk tenni. Látjuk, hogy ez a táblázat sem rövid, nagyon örülünk, hogy ilyen kiváló alkotásokat támogathattunk. Erről részben beszéltünk már, ezek az együttműködéseink, amit a különböző fesztiválokkal, filmes rendezvényekkel kötünk. Az Aranyszem Operatőr Fesztiválon át a Szolnoki Filmszemlén keresztül, a Miskolci Cinefest Filmszemlén keresztül egészen a Kecskeméti Animációs Fesztiválig megjelenik a médiatanács díjakat rá fel, és törekszünk minden egyes rendezvényen ott lenni, hogy a visszajelzéseket meghallgassuk, és hogyha vannak olyanok, akkor azokat beépítsük pályázati rendszerünkbe. Ez a slide a Kecskeméti Animációs Fesztivál és a médiatanács együttműködését mutatja fel. Itt két feladatunk volt ezelőtt két évvel, 2013-ban. 1 millió forintos díjat ajánlottunk fel a gyerekzsűri által legjobbnak ítélt alkotásnak, illetve a médiatanácsnak lehetősége volt a filmfesztivál zsűriébe tagot delegálni. Orosz Istvánt, az MMA tagját kértük fel zsűritagnak. Ez a slide a Hanimation, a magyar animáció egyik fontos rendezvényét mutatja be, amelyre Mikulás Ferencről, a Kecskemét film ügyvezetőjétől kapott felkérést a médiatanács, hogy a Magyarország megjelenésében a koordinációs tevékenységet elvégezze. Itt, ahogy Tamás is említette, a Művészeti Akadémiával, a közmédiával és számtalan szakmai szereplővel működtünk együtt, amelynek eredményeképpen Hiroshima-ba 1600 percnyi filmidő, 250 magyar filmalkotás kerülhetett ki a médiahatóság szervezésében. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban ez időtájt animáció 100 éves évfordulójának megünneplésére vetítéseket rendeztek, és el kell, hogy mondanom, hogy tucatnyi a mecenatúra programban támogatott film is vetítésre került a Hiroshima-i fesztiválon. És nyilván el kéne még mondani azt is, hogy Bucsi Réka a MOME képviseletében Hiroshima város díját, a fesztivál egyik fő díját nyert el. Ez a slide a Magyar Filmhét
műsor füzetét mutatja be, amelyben a média tanács a film alappal együttműködésben szervezői tevékenységet vállalt. A film héten 337 film került bemutatásra, amelynek több mint egyharmada a mecenatúra program támogatásának köszönhetően valósult meg, és 18 animációs alkotás, amelyet a mecenatúra program támogatott, került bemutatásra ezen a rendezvényen. A mecenatúra program további szolgáltatásai: elkülönítettünk határon túli magyar filmes szervezetek kérésére keretösszegeket a pályázaton belül, amelyek az ő rendelkezésükre állnak. 3+1 pályázatban tettük meg ezt a szakmai szervezetek kérésére. Az animációs, a dokumentumfilmes és az ismeretterjesztő pályázati kategóriában a keretösszeg 10%-át különítettünk el, illetve a Neumann pályázatunkban, amely audiovizuális tartalmat képes támogatni online felületen, 5 millió forintot különítettünk el a határon túli alkotók rendelkezésére. És ez a szlájd meg röviden azt mutatná be, hogy mi a mi alapvetésünk. Alapvetésünk azt, hogy minden pályázati kiírást és minden pályázati végeredményt a szakmával közösen próbálunk kielemezni, mivel tudjuk, hogy egyik pályázati rendszer sem tökéletes, így a miénk sem, de folyamatosan törekszünk arra, hogy az elérhetetlen tökéletesség felé haladjunk, ezért próbáljuk beépíteni a szakmai fórumokon azokat a visszajelzéseket, amelyeket kapunk. A médiatanács működtet egy honlaprendszert, ez a pályázati tükör elnevezésű honlaprendszer, amely egy unikális honlaprendszer, ilyen a magyar audiovizuális pályáztatás történetében nem volt még. Minden támogatást kapott alkotót kötelezzünk arra, hogy erre a honlaprendszerre feltöltse azokat az adatait, amelyek a pályázattal kapcsolatos. Itt nem csak adminisztratív adatokra gondolunk, hanem akár verkfotókra, szinopszisokra és további adatokra. Ez egyben nem csak egy kötelesség, hanem egy szolgáltatás is, mert ezen a szolgáltatáson keresztül a pályázó által tervezni készített filmalkotás önálló honlapot kap. A honlapot figyeli az MTVA pályáztatási, illetve fesztiváloztatási területe, innen válogatnak műveket, amelyeket utána az MTVA keretében különböző nemzetközi fesztiválokra és vásárokra viszik el. Ennek köszönhetően több tucatnyi a mecenatúra programban támogatott alkotás jelentős külföldi kábeltelevíziókban vagy egyéb más fórumokon már levetítésre került. Én azt gondolom, hogy ez is egy szolgálat, ami a magyar kultúra és a magyar audiovizuális szakmát segíti. És talán a legizgalmasabb szlájdunk, ez a 2015. évi pályázat keretösszegei. Itt látható, hogy több mint 1,5 milliárd forintnyi támogatással ebben az évben is a filmes szakma rendelkezésére. Összesen ez 3,1 milliárdnyi forint támogatás, és az animációs szakma részére a Macskási Gyula pályázaton 180 millió forint keretösszeget, a Dargai Attila pályázaton 250 millió forint keretösszeget különítettünk el. A Macskási Gyula pályázat az 3 fordulós nyílt beadású, 2 kör még hátra van, a Dargai Attila pályázat várható megnyílása pedig tavasz. Ennek pontos időpontjait a Pályázati Tükör című honlapon megtalálhatják. Köszönöm szépen, ez volt a nagyon rövid előadásom. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tudom, hogy kicsit formabontó volt az előadás, mert talán termelési regény hatása is lehetett, de azt gondoljuk, hogy nekünk, mint állami szereplőknek kötelességünk beszámolni, és ennek a beszámolásnak tettünk eleget. Én mindenkit szeretettel kérek arra, hogyha módja, lehetősége van, akkor fogalmazza meg észrevételeit, és természetesen minden animációs szakembert szeretettel várunk. Köszönöm szépen!